tiszteletet, hölgyeim és uraim, kedves Rózsdalán! A mai nap azért ültünk itt össze, hogy a főiskola 5 évvel ezelőtt fiatalon elnök rektora, dr. Sós Kármán Rászokának ünnepélyes feladatásán vegyünk részt. A szobrot a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátia Magyar Főiskola állította, dr. Sós Kármán Kárpátia Magyar történész, politikus, a főiskola rektor emlékező tisztelete. Az eseményen a családtagok, rokonok, barátok mellett részt vesznek az egykori kollégák, munkatársak, tanítványok, és mindazok, akik tisztelték, szerették és becsülték őt. Tisztelettel köszöntöm Sós Kármán összegét, Sós Katalint és családját. Köszöntöm Bacska Józsefet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságügyekért felelős helyettes államtitkárát. Tóth István, miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Kárpátaljai osztályának osztályvezetőjét. Bocskor Andrea, Európa Parlamenti képviselő, az Európai Parlament kulturális bizottságának alelnökét. Buhajna Józsefet, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulját és a kísérletében lévő konzuli testületet. Szajuszki Endrét, Magyarország Terekszászi Konzulátusának konzulját és a kísérletében lévő konzuli testületet. Szakács Zoltán, Külgazdasági Attasé. Jörfi Lajos szobrászmű részül. Varga Imrét, harcagép koncertő. Kujbus Németsei Iván, Magyar Nemzeti Legeltár Szabadszatmár Berekvegyi Legeltárának igazgatóját. Sallai Józsefet, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazó docensét. Magyar dallammal rendelkező 18. századi ének szerepel a reformában.
Köszönöm, hogy egyébként felelős helyettesen tudtál köszöntőinek megtartására. Kedves sorsalán, tisztelt hölgyeim és uraim, olyan emberként, mint aki több mint 7 éve át élt és osztozott a kárpátaljai magyar közösség minden a bizonyaiban, örömeiben és sikereiben, nagyon nagy megtiszteltetés önöket köszönteni, és önökkel találkozni, és közösen emlékezni születésének napján dr. Sós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola fiatalon, 49 éves korában elhunyt első alkotó rektorára. Kiváló kárpátaljai, igaz magyar emberre, barátunkra. 5 évvel ezelőtt sokan ígértük, hogy dr. Sós Kálmán emlékét tisztelettel megőrizzük. Ezért köszönöm Orosz Ildikó rektorasszonynak, Berzó és László képviselő úrnak és a főiskola munkatársainak a mai megemlékezésre és öngyöntőtóra szóló meghívást. Életében is lehet rektor urat, emberségét, tudom, hogy most egy kicsit rosszabbul tekint ránk az égi magasságokból. De bentségünkre szolgáljon az, hogy minden ember egy élet kívánatot elhagyni, amikor elhagyja a földi létet, és leteszi azokat a szerszámokat, eszközöket, könyveket, amelyek ilyen élete során alkotott. Minden ember szeretné a tevékenysége sokáig megmaradnak követői, utódai, tanítványai, a későbbi nemzedékek emlékeznének vele. Sós Kálmán rektor történész, a tudományos munkák mellett sok emberi és anyagi jelet, anyagias volt gondolatok, hogy a Kóután Kárpátalján. Fiatal professzorként a kijelvi hivatalok folyosóit járva a főiskolapítás harcával küzdve nem is gondolta volna, hogy milyen maradandót alkotott, hogy hány fiatal generáció és magyar család életét fogja örökre pozitívan Kárpátalján megváltoztatni. Teremtve számunkra új pályát és életet, kitörést és egyéni szakmai boldogulást, fejlődést. A gyarapodó épülő főiskola termében, aulájában járva sokan nem is tudják, hogy az alapokat ki és ki teremtették meg. Kik viszik tovább napad után, harcos társként, az 5 éve félben alatt munkát. Ma ennek a megemlékezési, tiszteltadási kötelességet teszünk elget mindjárt, immár második alkalommal. Márk elnök úr, emlékágyától nem messze, ronzba formázva, példát mutatva a Kárpátalján élő fiatal nemzedékek előtt, dr. Sós Kálmán rektor úrnak és munkásságának felítünk emléket. Köszönöm az alapítóknak és önöknek, a magyar emberek és az országban élők nevében, hogy a történelmet látott falak között a diákok magyarul tanulhatnak, a professzorok, tanárok magyarul kutathatnak, tanítathatnak, tanítanak, tanulmányaikkal európai perspektívát mutatnak Magyarország szomszédjának, Hajdának. Kárpátalján élni soha nem volt könnyű, különösen nehézé vált az élet az elmúlt években a kárpátaljai ukrajnai, a kelet-ukrajnai konfliktus következményei miatt, de ez a közös baj eredményezte azt, amelyet Sós Kálmán is életében sokat küzdött, a soha nem látott magyar összefogást itt, úgy itt, a szülőföldjén, mint az anyországi magyar és Kárpátán élő magyar emberek között. A magyar kormány jó szomszédként nem csak beszél Ukrajna támogatásáról, hanem egyedülálló módon segíti a Kárpátalján és Ukrajnában élőket az úthálózat a határon átkelő fejlesztésével, a határon átnyúló programokkal, a kareti partnerségi programokkal, a háború lelkiekben és anyagiakban megnyújtott gyermekei nyári gyűjtetésével, a katonák gyógykezelésével, rehabilitációjával, az ukrán vízum liberalizáció következetes támogatásával. A kárpátaljai kis és közepes vállalkozások több milliárd forint összege visszamenthető támogatásának, illetve hitelbiztosítására programjával, erősítették a foglalkoztatást, a szülőföldön maradást, a jövendőre hitet, és még ezt a sport hosszan folytathatnám. Sós Kálmán rektor úr igazi európai emberként biztos,
hogy elismerően szólna arról, hogy tegnap Ukrajna újra követte soron kívül adták Budapesten a megbízó levelét. Bízunk benne, hogy Ukrajna és Magyarország jó szomszédi kapcsolata, a magyar emberek Kárpátaljának, Ukrajnának mutatott önzetlen anyagi segítsége, az országainkban élő emberek boldogulását és gyarapodását fogja szolgálni az elkövetkező hónapokban és években. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm Györfi Lajos szobrászművésznek és Varkaimre öntőmesternek, hogy sikerült Romul Dozba formázni a főiskola felejtelhetetlen alapítórektora céltudatos és bürcke arcvonásait és mindig biztató, ösztönző, rejtélyes mosolyát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Mind az oktatás, mind pedig a politika terén, ami miatt
ez az egész dolog egy kicsit hátrább sorozott, pedig egy kiváló képességű történés volt. Nagyon sokat beszélgettünk hosszú közlésünk során, kijelbe mentünk vonattal, hogy ott a Jozsicsik az ügyeket arról, hogy mit szeretnénk megírni, mindig alaposan, és én valami újat szeretett volna adni a magyar történelem tudomány számára. Ez az ember egy olyan ember volt, aki igen jelentős karizmával rendelkezett, aki egy hónapban tudott beszélni szalókai frontbeli egyszerű emberekkel, államelnökökkel, miniszterekkel, és mindenkinek az elismerését ki tudta vinni. Szerette kedvelte családját, gyermekeit, szerette volna látni azt, hogy hogyan tudnak majd érvényesülni. Ez neki nem adott meg. Amikor Kálmán eltávozott az élő sorából, akkor bennem és Paska Józsefben merült az a gondolat, hogy kellene egy szobort készíteni róla. Nagyon sokan nem látották ezt a ötletet, különböző megfontolásokból, mert furcsa számunkra ez az egész dolog. De a hiánya, az ő példája, az ő emlékezete, azt hiszem, hogy ezt a dolgot megérte. Köszönöm Őrfővárosi Szobászművésznek, a Magyarországon legkiváló szobászának, aminek több Kárpátalján lévő szobra is van, többek között Percsényi Miklósról és Csáki Krisztináról, hogy ő ezt a munkát elvégezte, és a szobor itt a főiskola aulájában fog állni. Hogy emlékeztesse bennünket egy kiváló ember, aki a sors úgy hozta a pályára elég lepőt, és emlékeztesse bennünket arra, hogy mi mindent köszönhetünk neki, és példátokban. Kérdezni abból, hogy itt Kárpátalján lehet tenni a közösség életéből, lehet ezt tenni vidáman, emberségesen, és lehet eredményeket elérni, mutat az az épület, mutat az intézmény, mutatnak a tanítványai, számos tanítványa, ők azért rendkívül sikereket értek el, és reméljük azt, hogy nagyon sokáig tudunk rájuk emlékezni, és az intézmény fennmarad, és meggyőzik a Kálmán emlékét. Köszönöm szépen, hogy ezt kérdezik. Sík Sándor ember című versét Mónusz Szabina Főiskola Felsőoktatási Szakképzés Intézete második évfolyamos oldalpedagógiai szakos hallgatójának előadásában. Sík Sándor ember. Ember lehet. Csak embernek semmilyen de annak egésznek, égnek, földszülte földnek és Istennek állt a szép. Lerázom magamról a bort, amit a századok hajka rám tehet. Ledobom a palástot, amit a hivatal rám tegett, és az apostol öntösét is szétítom, amit szemtúlyak össze-össze állom. Nézzétek! Itt vagyok. Repletlenül akár egy fiatal fűz a márciusi szélben, amit a földön megformált a mélyben, amit elmondott az Isten örökölő való pillanatában, fogantatáson titokzatos pillanatán. Én, ember, egy ember. Ne várjatok én tőlem prédikációt és oldát és okoskodást, ne várjatok. Én azt beszélem, ami vagyok. Apró vagyok, és nincsen bennem semmi. És mégis a gondolat, amely tagjaimat összetartja, öröktől van. Nyomult vagyok, nincs magamtól semmi, ami több lett a holnál, és mégis úgy akarta az, aki formált, ami vagyok, örökké való. Semmi vagyok. Egy milliómod. De mindent, mert mindnyájatok. Nézzétek ezek a szeretnyenkék. Akár a ti eredek. És piros lennünk, és mellettek jönnünk bennetek. Nézzétek ezt a szájat. Kenyérre, csókra és szóra született. Mint a tiedek. Ez a két szem,
nézni és nevetni szeret, és látni tanult, és sírni szokott, mint a ti szemetek. És álmodik reggeltől estig, mint ti, és feltől is a kisgyerekek. Halljátok a szívem, hogy pihek? Hallgassátok és megértitek, hiszen ő is, mint a ti szívetek, 9 hónapon át pihegett egy édesanyának szíve meget. És visszatér, mint ti visszatértek a pulatba, amelyből vétetek. És ez a lélek. Érzitek én, hogy ügyletésről áll a lelketek felé. Ó, nézzetek belé! Magát mutatja, egyet mutat, de ebben az egyben a ti arcokat. Tükör módjára tükrözgyűl, benne az erény, és benne a bűn, és minden érzés benne van, ami csak bennetek megfogam. S kimerhetetlen mélyébe ment, pihek a mindennapi rejtelem. A közösség. Köszönöm szépen!
Isten, a miniszterelnökség, nemzetpolitikáért felelős államtitkárság, Kárpátia osztályának vezetői, így a szoboravatási elnökségünkben osztom a gondolatait a jelenlévőkkel. Kedves Sós család, tisztelt ünneplő és emlékező gyülekezet! Mondandóm Sós Kálmánról szól, mondhatom az ő nevét felé a doktort is, de róla enélkül is mindjárt tudjuk, szakmájának tudósa, és ami itt Kárpátalján különösen érdemes hangsúlyoznunk, szükebb kis hazánk múltjának avatott ismertője volt. Kutatásait ebben az irányban folytatta, és nagy szeretettel errefelé terelt a tanítványait is. Nemes és példátlan mutató tanári magatartás annak, aki a katedrán áll, ezt a példát kell mutatnia. Alk és csöndes morgolódásként jegyzem csak meg, hogy pályája során ő ezt nem mindig tapasztalhatta. Szakmai fejlődését azonban ez nem befolyásolta. Azt hall meg, véglegesen és igazán, akit nem őriz emlékezett. Kálmának, akinek a fiatalon kiosztott halál jutott osztályrészéről, ettől nem kell tartania. Rövid élete miatt sajnálatosan torzóban maradt életműve, tanítványaiban folytatódik tovább. És a Sós Kálmán ösztöndíjban, amelyet a főiskola vezetői hoztak létre, nagyon bölcsen. Azért, hogy egy példaértékű élet ne vesszen el, és hogy az utánon következő nemzedékeknek az egyetemes és nemzeti értékeinkhez legyen időtálló igazodási pontjuk. Emlékét ezzel a mostani szoboravatással is erősítjük. Ilyen alkalommal nehéz megkerülni a személyiséget. Az, hogy a szónok hogyan kapcsolódik beszéde valójához. Kálmánnal korábbi találkozásnaink után 1998 katasztrofális őszén a tiszai árvíz idején kerültem igazi munkakapcsolatba. Kormánytisztviselőként a tájékozódás és a segítségnyújtás szándékával az éjszakai órákban érkeztem Szabokára. Az árvízistában művelődési házban volt. A védekezést nem is tudom milyen minőségében Kálmán irányította. Az árvíz szó szerint a nyugunkon volt, rossz irányítás mellett akár a pánik is elmaradhatott volna. Az irányítás azonban nem rossz, hanem jó, sőt kitűnő volt. A nagy baj ellenére a hangulat sem volt rossz, mindenki a feladatra összpontosított. Ásók és kapák homokzsákok voltak körülöttünk. Utóbbiak beszerzésében és célbajutatásában az akkori ungvári magyar főkonzul játszott meghatározó szerepet. Számítógépen archívumában Kálmán neve címmel elmentettem egy felvételt. Sós Kálmán baráti társaságban egy szépen világított fényes teremben barátai körében látható. Nevetése elragadó, sőt magát hallgató. A rögzített pillanat olyan embert mutat, aki szereti embertársait, aki bízik önmagában, bízik abban, hogy szakmájában, felkészültségénél fogva eredményeket közszereplőként abban, hogy a kárpátaljai magyarság stratégiai ügyeiben képes az összefogásra. Elképzelései mostani állás szerint megvalósulni látszanak. Tudós barátunk kedves és szeretetlenméltó emlékét Márton Szobor örökíti meg utolsó munkahelyén. Így van ez jó. Annak érdekében, hogy ez a tiszteletet árasztó és elegáns tanintézmény létrejöhessen, a főiskola mai vezetőjével együtt ő is sok energiát fektetett be. Az előbb említett egykor volt nevetést, azt az erőt mindnyájunknak kívánom. Ha elsajátítjuk, gondolkodásunkba építjük, minden reményünk megvan az értelmes kerekvésre, s magyarként való megmaradásunkra. Ez a célunk. Köszönöm,
Györffy Lajos 1960. június 4-én született Karcagon. 1974 és 78 között a budapesti képző és iparművészeti szakközépiskolában tanult, majd 1981 és 85 között végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Mestere Borsos Miklós és Rátonyi József volt. 1985 óta püspökadánya, számos díjat kapott munkássága ismeréséért. Jelentősetek, püspökadány város díszpolgára, a Magyar Köztársaság ezüst érdem keresztény tüntetése, a Magyar Kultúra legrangosabb díját, a Magyar Örökség díjat 2009-ben kapta meg, Merepfődő díszpolgára. Egyén kiállítással legalább 50 volt Magyarországon. Külföldön kiállított Ausztria, Hollandia, Dánia, Olaszország, Románia, Németország, Szlovákia, Lengyelország neves kiállító termeiben. Művei számos magyar, európai és amerikai és távol keleti közgyűjteményben megtalálhatóak. Elsősorban köztéri szokás. Eddig több mint 210 monumentális alkotást készített Magyarország számos városában. Külföldön Ausztria, Hollandia, USA, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, Ukrajna városaiban állították fel alkotásait. Legjelentősebb művek között van a budapesti Korvin közi 1956-os Pesti srác szobra és a monumentális élettudatosságnál nagyobb lovas szobrai, melyből Európában egyedülállóként 10 élettudatosságnál nagyobb emlékművet állított rá. 2009-ben avatták fel egyik legmonumentálisabb alkotását, a Pármány Csata emlékművét, valamint Szoveszki lengyel király szobrát, mely ló és lovassa, a dinamikus mozgásával életi Magyarország és Európa oszmán birodalom alól végleges felszabadulását. 2011-ben Varsóban készítette a lengyel menekültek emlékművét, annak az osvát házának ülő szobrát, aki több mint 130 ezer lengyel menekültnek nyújtott menedéket, biztonságot Magyarországon a II. Világháború alatt. A mezőszobor elkészítése kapcsán maga a szobrát szeretné megosztani gondolatait a jelenlévőkkel. Felkérem Györffy Lajos szobrászművész urat, beszédet nem tartassanak. Köszönöm szépen, tisztelt család, tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim. Remélem pár gondolatban, hogy a szobor készítését elmutassam, nem nevetőzöm kell. És a szobrász beszél, akkor mindig ilyen magyarázatnak tűnik, hogy miért beszél a szobrász. Én elsősorban a szobor készítéséről szeretném beszélni, de egy pár gondolatot arról, hogy hogyan készül a szobor elsődlegesen, és hogy kívül készül a szobor. Sós Kálmánról rendelmény méltatással hallottunk, és az ő személyében, ami benne elsősorban megfogantatott, az ember. Hisz történészként, amit tudott szakmailag, legmagasabb szinten és más dolgokban is letette azt, amit kellett, de mindenki valahogy a barátra, az emberre emlékezik. És én próbáltam ezt a fajta érzést, ezt a fajta részét megfogni ennek a plasztikának. Nem lehetett dolog mindig, úgy gondolom, egy szobrásznak kortársról orvos szobrot készíteni. Én Borsos növendék vagyok, és Borsos Miklós tanított meg bizonyos szakmai függőket. Én hadd meséljem el azt a sztorit, mikor Borsos Miklós Tihanyba lehívta Magacsony festőjét, Ebrei Józsefet, és a feleségével az öreg festő lement Borsos műhelyébe, és Borsos kitakarta a portrét. Azt mondta a felesége Ebrei Józsefnek, hogy hadd nézzelek. És azt mondja Ebrei, hát most nézzel. Együtt éltek ugyanis majd 60 évig, és a portré szobrászatnak a lényege nem az, hogy egy fotóhoz hasonlítson egy portré, hanem a lényét fogja meg az egész embernek. Próbáltam én is erre törekedni. Mivel nem szeretem az olyan szobrokat, hogy mint egy korsó fölvöntünk egy asztalra, ezért mindig próbálok természetes követben gondolkozni egy portré alá, de a talapzat
Szabadban volt, és a szobor az külső térben készült, de szerintem már nem tudtuk volna ezt az ünnepséget megtartani az eső miatt, meg más miatt is gyönyörülött az aula. És így úgy érzem, hogy Sóskálmán is inkább otthon van ebben az intézményben, mintha kívül lenne az épületen kívül. A szobor talazata az tájéra nézőből van, egy nagyon kemény kő, olyan, mint itt helyben, ahol a pusztik anezit kő. Felül töredékformában helyezkedik el rajta a menszobor, amely itt már említették a Barkuszönnyel, meg Barlégy a bronzöntőmesternek, aki Magyarország tájéról a legjobb bronzöntője. Rengeteg szobromat, lovasszobromat öntött, és ez is egy gyönyörű öntvény, bronzöntvény. Saját kezű aláírását tudtuk rá, hisz az iskolában, gondolom erre mindenki emlékszik, tanítványok jó vagy rossz értelemben, de inkább rossz jó értelemben. Mellett egy másik kis köbön azért szeretem fölírni, hogy ne csak azok, akik ismerték, hanem akik nem ismerték, ha bekerülnek ide az iskolába, hogy tudják is egy pár hexameterű pár gondolatban, hogy ki volt Sós Kálmán. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, és bízom benne, hogy Sós Kálmán azért visszatért az iskolájába, és tekintetét újra növendékeire az iskolára, az utókóra vetheti. Köszönöm szépen mindent. Azt adja a Fiú és a Szent Élet nevében. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, a Te igéd szentel meg mindent. Árasz ki bőséges áldásodat erre a szoborra, és mindazoknak, akik majd emlékeznek. Szent akaratod szerint neked hálát adom. Szenteled segítségül hívására nyerjen tőled testi lelki erőt és üdvösséget Krisztus angyalunk által. Mindenható Istennek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon rátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. Tisztelt Jelenlévő! Az imádság előtt engedtessék be nekem egy-két mondat elmondása, hiszen az elmondásával kell megértenünk, és ilyen értelemben nem csak a
dicső útra, hanem azokra az eseményekre is elemlékezni, és azokat is fel kell tárni, amelyek egy-egy tragikus helyzetre vezették bennünket. Egy ilyen értelemben egy elég széles körű történelmi látásra is próbálni. Tehát úgy, ahogy a Biblia is tanít és nevel bennünket, nem csak a helyes dolgoknak a megmutatásában, hanem a helytelenből való kiútnak a keresésében. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnék emlékezni Sós Kálmánra. Könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, az emberi nem alkotója és teremtője, a lelki kegyelem és üdvösség adományozója. Te magad küld le szent lelked égi áldásoddal erre a szoborra, mely Kálmán szolgálat ábrázolja. Hogy mennyire a oldalban és adományai derejével felruházva mindazoknak, akik azt szemlélni fogják, vágyik lelki javukra, szellemi erejük megerősítésére és segítségükre. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Megáldatik és megszenteltetik ez a szobor a Szentlélek halasztalata az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mire is emlékeztethet ez a szobor, hogy szoboron túl Sós Kálmán. Az én számomra először is, amire emlékeztethet, az az, hogy több az élet. Reményi Sándor fogalmazza meg egyik versében azt, hogy egy Isten arcot eltemetve bennem, talán lételőtti létem emlékképe. Én hiszem és hallom, hogy egy ember, amikor erre rádöbben, és megkezd ezt élni, hogy több az életen sem, ami engem körülvesz, akkor ezt az Isten arcot hordozza, és az Isten arcot vetíti, kiáltja bele a világba. Természetesen, amikor elmegyünk majd szobor mellett, akkor nagyon sokféle emlék jelenhet meg előttünk. Emlék, amely talán könnyeket csal a szemünkbe, de emlékek, amelyek talán öröm gondolatokat, örömteli gondolatokat elejtenek meg. Én azt kívánom, hogy mi, akik még ismertük, amikor megállunk egy szobor mellett, akkor mindig ezt fogalmazódjék meg bennünk, hogy ő az, aki tudta, hogy több az élet. És azok, akik majd a következő generációban jönnek és megkérdezik, hogy ki volt ő, akkor csak annyit kell mondanunk, hogy ő volt az ember, aki tudta, hogy több az élet. Fogadjátok Isten áldását. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Fordítsa az Urazi orcáját rajátok, és könyörüljön rajtatok. Világosítsa meg az Urazi orcáját rajtatok, és adjon békességet nektek. Amen. Család, világi egyházi méltóságok. Falak omolhatnak, kövek vázhatnak, magaslik nem korral a megtartó félalatra. Kármányi gondolatai illene Kálmánhoz. Kálmán számukra egy megtartó példa. Diákok számára egy olyan megtartó példa, amely a valódi diákot jelentette egyetemi sportársai között. Aki többet volt a könyvtárban, mint a kocsmában. Aki többször bezártak, mert komolyan vette tanulmányi kutatásait. Példa a lehető pedagógusok előtt, akik az iskolába meg tudták szeretetni. Középiskolába is számosan azért választották a történészi pályát, mert Kálmán volt a történelem. Példa a kutatók előtt, hiszen a kutatás annak körülményei tisztasága a számára egyfajta szentség volt. Aki képes volt mindennek utána járni,
igazat mondja, ne csak a valóban. Azt, ami mögötte van. Ebből is fakadtak konfliktusai. És munkahelyen, a kis darab zsíros kenyérért sokan felállták el őket. Ő ebben is példa. Hisz odáig fajult a tudomány és a feladat iránti tisztelete, hogy állásából kitették, pedig a magyarság sokat köszönhet neki. Hisz az, hogy ma tiszvártelepnek hívják, tiszvásványnak, hogy Kutott útnak, az annak is köszönhető, hogy ő utána járt, és történelmükre úgy megalapozta a falva kérését, hogy adják vissza nekik az eredeti neveiket, hogy úgy került vissza, ahol ott használták. Ahol nem volt ott, nem volt ott a kezed, mint bátran, ahol nem bárki lett, hanem bátran. Gádból nem bárki lett, hanem Gád. És mindez akkor történt, mikor ő már Hungaróriában nem dolgozhatott. Kálmár példa diákok előtt azért is, mert ő nem tanárt választott, aki a diplomájához segíti, hanem témát, olyat, ami a szívéhez közel áll, akkor, amikor ezt nem lehet. A 80-as évek végén a reformáció kárpátaljai elterjedéséből akart dolgozatot írni, amit az ottani tudományos tanács nehezen fogadott el. Majd amikor megtalálta professzorát, Vázor Stenberg János, akire élete végéig büszke volt és példaképpen tartotta maga előtt, úgy, bár orosz nyelven, de olyan alapot le, ami a mai napig megállja a helyét. Utána látva azt, hogy a téma választását a tudományos tanácsnak nem adja a jóvá, egész Moszkváig ment, hogy azt kutathassa, abból írhassa disszertációt, amit szívéhez közel áll, amiben hisz, és ami valóban hiányzik, amit nem több munkából kell összedolgozni. Kálmár példa a család számára is, minden kárpátaljai család számára, aki édesanyja megkultúrásának történetét és történészi alaposságban tárta fel, hogy megvédje az urat. Aki ragaszkodott a saját családjához és falujához. Nem csak a falujához, hanem ahhoz a történelemben milyen belenyúló helyzethez, ami Szalókát jelenti. Hiszen Szalóka az egyetlen település, amely mostani Kárpátaljához, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből került. Egy kis politikai kanyarítással. Ennek emlékét főrizte az is, hogy fiát Szabolcsnak nevezte, nem véletlen. Emlékeztette arra mindenkit, hogy mi leszülettünk, itt van a helyen. Megtehette volna, hogy most valahol az akadémián tanít Budapesten, vagy netán más magasabb helyen is posztol van, de nem hogy a területe, a faluját sem volt hajlandó elhagyni, még idéglenesen sem költözött Beregszházba, a szolgálati lakásba, a halvilletbe, mondván őt az Úristen Szalókinak teremtette, akkor neki ott van helye, feladata, kötelezettség. Ezért ő volt az az ember, akit a helybeliek, környékbeliek, járásbeliek elismertek és tiszteltek. Aki, ahogy Laci mondta, szót tudott ejteni, és szóval tudott állni és magyarázni a különböző társadalmi rétegből származó embereknek, az egyszerű falusiaknak, a minisztereknek. Aki meg tudta teremteni a konszolidációt és a békét a járás tanácsban, mint bölcs politikus, tudott középen állni, nem elkötelezetté válni egyik ukrán politikai szervezet irányába sem. És aki ugyanezt a szerepet a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség összetartásában is vállalta, vitte, higgadt, nyugodt gondolataival, az időnként bennünk felmerülő, lobogó, emocionális kérdéseket is kezelte úgy, hogy mindig tudtuk, neki van igaza. Hallgattunk rá, és a probléma van, most is az jut az eszünkbe. Vajon te mit mondanád? Nos, katolikus
katolikusként tudom, szobrok azok nem bánnak. Azok egy jelkép, akik megidézik valaki korábban élt nagyon szellemét, azért, hogy mi abból erőt merítsünk és támaszt gyerünk. Ma, hogy megszületett születésnapján, itt van fizikális jelképe. Hogy megtartjuk példavegyet mindannyiunk számára, hogy ha erre járunk a bajunkban, akkor ránézve gondoljuk arra, mit tennél, hogy valóban olyan gondolatok jöjjenek, amik előtte viszik az ügyünket, mindazt, ahogy Kálmán is tette az egész életes vállal. Isten hozott újra jutott a főiskolát, és szépen sokára. Úgy, ahogy most is itt az gondolom. Köszönöm szépen!
vettek a doktor Sóskámán rektor emlékelőt, és részt vettek szobrának felalkotásán. Minden kedves jelenlévő vendégek, szeretettel várom az ünnepséget követő állófogadásra, melyik lesz az